Székely Mózes Székely udvarhelyen született, valószínűleg 1553-ban. Fiatalon minden bizonnyal láthatta azt, hogy szülővárosában János Zsigmond magyar király erdélyi fejedelem parancsára megerősítik az udvarhelyi várat, épp az önkény ellen fellázadt székelyek megfékezésére. A köznemesi családból származó Székely fiatal éveit az udvarhelyhez közeli Sófalván töltötte, ahol édesapja a középkorban stratégiai fontosságú sóbánya intézője volt. Akkor a település határában fekvő sószorosból bányázták az ásványkincset. Felső Sófalva ma Paragy községhez tartozik. Bokor Sándor polgármester az egykori fejedelem tetteit példaértékűnek nevezte a szoborhatón. Székely Mózes hagyományaként is helyt kell állanunk ezen a vidéken, és helyt kell állanunk itt a Kárpát-medencében. Talán a mai napnak, Székely Mózes szobrának avatásának talán ez a legnagyobb üzenete. A szoborállítást a helyi Kodáros Egyesület kezdeményezte. Megvalósításához közösségi összefogásra volt szükség. Sófalva testvértelepülése, a magyarországi Szegvár nagyközség polgármestere éppen az összefogás erejét méltatta. Ez az igazi összefogás, hogy összefognak egy településen, véghez viszik, amit akarnak, és utána együtt tudják ezt méltón ünnepelni. Igazán úgy érzem, ez a nemzeti összefogás, igazán ez az igazi nemzeti együttérzés. A szobor alkotója, Miholcsa József szobrász, hagyományőrző huszárkapitányként vett részt az ünnepségen. Ő jól ismeri az erdélyi fejedelmek életútját, örömmel vállalta ezt a munkát. Székely Mózes az egyik kedvencem. Hát amikor az ember magába hordja, azonosul a szellemiségével és a lényével, akkor már szinte magától jön az egész. Nehézség az volt, hogy hiteles repro nincs róla korabeli szerzőktől, de van egy festmény, ami egy kicsit naív, de az ment be a köztudatba. Hát ehhez kénytelen voltam ragaszkodni. Az avatási ünnepségen a sófalvi származású Szekeres Lukács Sándor, az Erdélyi Körök Országos Szövetségének elnöke a fejedelem életútjáról beszélt. Székely Mózes beáll az erdélyi fejedelmi testőrségbe, mint egyszerű katona, és a Radnót melletti csatában olyan vitéztettet hajt végre, hogy nem sokára a fejedelem kinevezi őt a fejedelmi testőrség parancsnokának. Székely számos csatában ért el sikereket, a 16. századi Erdély egyik legismertebb hadvezére volt. Báthori István szolgálatában Lengyelországban is kivívta a kortársai tiszteletét. 1603-ban választották Erdély fejedelmévé, mindössze 3 hónapig uralkodott, a Habsburgok elleni harcban esett el. Erdély későbbi nagyuralkodója, Bethlen Gábor jól ismerte Székelyt. Azt gondolta róla, hogy Nagy Sándor hadában is válogatott vitéznek számított volna. A sófalvi alkotás a hadvezérfejedelem első köztéri szobra. A sófalviak szeretnék, ha Székely Mózes a 21. századi székelyföldi köztudatban is elfoglalhatná méltó helyét. Én hiszem azt, hogy minden évben valamilyen rendezvényen meg fogunk emlékezni itt Székely Mózesről, és fejet hajtunk előtte. Székely hadilobogója szolgált a ma ismert Székely zászló mintájaként. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke arra kérte a sófalviakat, hogy vegyenek részt október végén a nagy menetelésen, amely tiltakozás a román kormány által tervezett régió átszervezés ellen, és akkor ismét lobboghat a fejedelem sok csatát látott zászlaja.